A fantáziájára van, így van. Hogy ezt a lovasságot
Úgy a Podolcsán. De most ez mindig a Kárpát néven a legkülönbözőbb tájára is. Én abban hogyan tépázta a sor? A
ezt a rendet. De még mindig itt vagyok. A gyalogos. Igen, hogy ez a két barátom.
nagy cselekmény. Természetesen minden lőmösszakon a három évek mától lőmösszak magában. Elképzelhetjük. Micsoda látszik, hogy ilyen szeret. A kiszolgáló személyzet. Hallgattam kiadozó véleményeket, hogy rovatról van szó, és amit láttál, megvédtálnak. Nagyon szépen, nagyon szépen teljesítettük a feladatokat. Minden elismerés, jó rét, rovatjáték. És a feladatokat ezt felejtettük. Mint látták, az a viselet, amiben megmondtak a páncélban. Ebben a hőségben milyen megterhelés jelent, minden megterhelés. A hagyományos hőségek. Hát, kívánom. A cselekszemben. És felkérem mindig a hangzásokat. Kedves magyar testvérek, tisztelt vendégek, rokon népeink, és minden kedves látogató. Isten hozott benneteket újra a Bugacsi busszán, másfél évtizedek után, nehéz helyzetet átélve, de mint mindannyiszor az újjászülető összefogás, erősödő nemzetünk egyik legszebb ünnepén, a magyar összefogás legnagyobb hagyományozásának. Most megkérem a lovasokat, a történelmi zászlaink és a magyar jelképek behozatalára. Arra van a felkészülés. Elsőként vezérlő fejedelmű a Turul dinasztia, az Árpád ház zászlaja, a vörös ezüst hadilobogó, vagy a vörös-fehér Árpád házi lobogó, amely nemzetünk legősség ismert zászlója.
érdekében, a rokon nemzetekkel való összefogás jegyében és a házigazda jogán, a Magyar Turán Szövetség és a Turán Szövetség közös zászlaja, nemzeti lobogónk, benne a holddal és a felkelő nappal, a lovasíjászok szimbólumával, csillaggal, a turáni zászló! Hol! Hajrá, magyar nemzet! Hajrá, hűtjük nemzetet! A Szerzsát Kedencébe lekettük alapjait annak a nagy összefogásnak, amelyben évezred után úgy egyesülnek a hűtjük nemzetek. Nagy nemzetünkön együtt ünnepelnünk Felvidék, Délvidék, Őrvidék, Kárpátalja és Erdély. Most, amikor olyan mondani szükség van az összefogásra, és a magyar nemzet kiáll a székely autonómia mellett, a székely nemzet részünk tiszteletére, fogadjuk szívből a székelység aranykék ezüstholdat zászlaját. Hajrá magyarok! Hajrá Erdély! Éljen Székelyföld! Végezetül, de minden magyar szívében, és legelsősorban újkori és mindenkori egységi szimbóluma, a magyar nemzeti zászló. Köszönjük szépen! Most pedig nagy közös ünnepünkön tisztelettel köszöntjük a hagyományőrzőket, és a hagyományőrzők meg a házigazdák nevében tisztelettel köszöntjük díszvendégeinket. A Magyar Nemzeti Kormány nevében itt tartózkodó államtitkárodat, Fekete Pétert, és Lezsák Sándor urat, a Magyarországgyűlés alelnökét, a rendezvény főnökét. Kérlek, hallgassátok meg üdvözlő beszédét Fekete Péter államtitkárodnak, a Magyar Nemzeti Kormánynak. Amen.